Közel 50 éve ünneplik Magyarországon a költészet napját. Minden év április 11-én József Attila születésének napján irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, író-költő találkozókkal tisztelednek a magyar líra előtt. Gödöllő, rendhagyó, talán országunkban egyedülálló rendezvénnyel ünnepeltek. A mai nap nagyon mozgalmas volt Gödöllőn. Reggel 9 órakor egy versmobra hívtuk a gödöllőjeket. Olyan 250 ember jelent meg azért, hogy elmondja József Attila Születésnapomra című versét. Nagy élmény volt, ahogy érkeztek a fiatalok, és örömmel álltak be a csapatba, hogy ezt a költeményt elmondhassák. Honnan jött ennek az ötlete, hiszen ez egy fiatal kezdeményezés, és ugye csatlakoztak egy ilyen, hát már közel 50 éves múltra visszatekintő ünnephez. Valóban, általában hagyományosabb módon szoktuk ünnepelni a költészet napját, most viszont úgy éreztük, hogy nagyon szeretnénk megszólítani a fiatalokat is. És vannak nekem fiatal kollégáim, akiknek kipattant a fejéből ez az ötlet, hogy miért is ne lehetne egy versmob Gödöllőváros főterén. Amikor ezzel előálltam, ezzel a rendhagyó ötlettel, nagyon tetszett a városvezetőknek is, és a dolog olyan gyorsan, olyan gördülékenyen zajlott, hogy nem is kellett hozzá különösen erős szervezés. 37 évet lehetett a mélyén, meglepetésre a mélyén, Szegeden eltanácsolt az egyetemi ura, mindennek gyorsan, nyersen ér, a nincsen apám versen ér, ahol igon szabjával úszka ellenem, mindenkézi szellemet meg is nehéz. Ön, még a szóból érteként, nem lehet tanára féltekén. A törgős borger attalú, hogy költöm nem eltan tanul, segélyeké. Én egész népemet fogom, nem középiskolás fogom. Dani, Dani! Mit jelent számotokra, hogy közösen elmondtátok ezt a verset itt a főtéren? Szerintem nagyon jó, hogy Gödöllőn van egy ilyen program lehetőség is, és hogy kifejezhetjük, hogy mennyire fontos a magyar kultúra. Te szereted a verseket? Igen, szeretem, mert nagyon szépen ír le, mindenféle érzelmet fejez ki, és hát főleg ugye nyelvezet miatt, mert sok, tehát hogy a szókincsemet is nagyon fejleszti. Ezt a verset már ismertet, tanultátok az iskolában? Hát az iskolában még úgy nem nagyon, de édesapámmal ezt sokszor mondogattuk még kiskoromban, és ő nagyon szereti ezt a verset. Neked mit jelent a költészet maga? Hát nekem azt jelenti, hogy nagyon sok mindent ki lehet vele fejezni, és nem csak ilyen prózai költeményekben, hanem ilyen rímekbe szedve is, és szerintem ez nagyon fontos. Te próbálkoztál-e már versírással? Hát versírással nem, de régebben szavaltam. És neked, tehát számodra mit jelent szavalni? Hát igazándiból akkor egy ilyen másik világban van az ember szerintem, mert nem igazán azzal foglalkozik, amit lát, hanem azzal, amit így mond, és szerintem ez nagyon jó. A költészet napján rendezett versmobon részt vett Pécsi Ildikó Kossuth díjas és Jászai Mari díjas színművésznő, Gödöllőváros díszpolgára is. Ildikó értékőrző és értékteremtő munkásságát 2011-ben Hazám díjjal is elismerték, melyet a 21. század társaság alapított, és József Attila szonetkoszorújának címéről kapta a nevét. A Gödöllőn első alkalommal megrendezett versmobot a művésznő kitűnő kezdeményezésnek tartja. Azt hiszem, hogy ezt azzal lehetne továbbfejleszteni, hogyha nem csak a fiatalokat, hanem az időseket is megszólítanák. Gondolom boldog örömmel jönnének, mert egyrészt nagyszerű dolog ennyi fiatallal együtt lenni, másrészt egy ilyen csodálatos ünnepen, és én borzasztóan hálás vagyok a sorsnak, hogy én ezt itt megélhettem. Mi a véleménye arról, hogy a fiataloknak manapság a vers az mit jelent? Tehát jelent-e még nekik valamit a költészet? Itt Gödöllőn egy kicsit elfogultam, mondhatom, hogy sokat, hiszen 19 évvel ezelőtt az én ötletemre létrejött az Erzsébet királyné szavaló verseny,
amin azóta is nagyon sokan vesznek részt. Tavaly országosra sikerült tennünk, és gyönyörűen beszélnek, és gyönyörűen mondanak a verset, és olyan szeretettel, és annyian vannak, hogy a korlát az tulajdonképpen 40 lenne, de mindig úgy 50-ig fölmegyünk, mert egyszerűen annyi tehetséges gyerek van már. És az egy rettenetesen fontos dolog, hogy miközben az a szerencsés, ha valaki több nyelvet beszél, mert az idősebb generáció iszza ennek a levét, hogy nem, de a magyar nyelv az azért mindennél fontosabb. A Gödöllői Költészet napja természetesen ezzel nem ért véget, hiszen a könyvtárban tovább folytatódott az ünnepi rendezvénysorozat. A versmob után bejöttünk ide a könyvtárba, mert versmaraton zajlott a könyvtárban. Mivel Gödöllő a szecesszió évét ünnepli, és általában a kulturális programok ebbe a tematikába tagozódnak be, arra kértük az olvasókat, hogy a század eleje irodalmából válogassanak, és ehhez ajánlást is készítettünk. Természetesen, ha valaki más verset érzett magához közelinek, azt mondtuk, hogy igen, jöjjön és azt mondja el. Így aztán nagyon hamar betelt a könyvtár honlapján az elektronikus jelentkezési felület, és sokan eljöttek, közel 100-an mondtak verset a költészet napja alkalmából. Nagy László, adjon az Isten! Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, hogy ne kelljen korán az ágyra hevernem. Kérdésre választ ő küldjön, hogy a hitem össze ne dűljön. Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet, nekem a kérés nagy szégyen, adjon akkor is, ha nem kér. Milyen korosztály képviseltette magát itt a versmaratonon? A versmaratonon elég változatos volt, hiszen azért a gimnáziumi korosztály is megjelent, viszont a versek nagyon megérintik a középkorosztályt és az idősebbeket is. Én úgy érzem, hogy gödöllői olvasóknak, versszeretőknek nagyon széles skálája jött el. József Attila, Istenem! Dolgaim elől rejtegetlek. Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítenék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítenék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen, okosan vezetném. Vagy inkább ekeszarvat fogva szántanék én is nyomodba, a szikre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarját, én zavarnám a fele varjat. S bármi eféle volna munkád, velem azt soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék. Vacsora után melléd ülnék, pipámat egy kicsit elkérnéd, és én hosszan mindent elbeszélnék. Kik voltak azok a költők, akiket a legtöbbet hallhattak? Lesznai Annától, Rilkétől választottak, Adinak abból a korszakából, ami azért még a szecesszióhoz kötődik, Heltai Jenő, hiszen ő is azért a század előn alkotott nagyon sokat. De nem csak szecessziósak voltak, ahogy elmondtam, József Attila bizony favorit volt, és nagyon sok szép verse elhangzott ezen a versmaratonon. Összességében hogy értékeli a mai napot? Én azt érzem a legnagyobb eredménynek, hogyha a könyvtár megszólítja az olvasóit, a gödöllői polgárokat, és azt mondja, hogy verset kellene mondani, ami azért nem olyan divatos verset olvasni manapság. Ennyi embert meg tudtunk nyerni az ügynek, örömmel jöttek, felvették a szép ruhájukat, mint ahogy ünnepre jövünk, és leültek, hogy elmondják ezeket a verseket. Azok az érdeklődők, akik nem tudtak jelen lenni a rendezvényen, élőben követhették a maratoni versolvasást, hiszen webkamera segítségével a könyvtár honlapján láthatták és hallhatták is a versmondókat.
Arany János verszi bárdok. Edward király, angol király léptet fakó lován. Hadd látom, úgy mond, mennyit ér a verszi tartomány? Van-e ott folyó és földje jó? Legelőim fűkövér, használta a megöntözés a pártos honfivér. S a nép, az Isten adta nép, ha, oly boldog-e rajt, mint akarom, s mint a barom, melyet igába hajt.